Agyon ütötte az áram egy férfit, aki két társával akarta ellopni egy villanyoszlopra szerelt transformátorból az olajat a Somogy megyei Gyékényes közelében. Az eset még a múlt héten történt, de hivatalosan csak most közölte a rendőrség. Egyelőre annyit sikerült megállapítani, hogy a három férfi egy közeli Zala megyei faluból érkezett az elhagyatott tanyára, ahol megpróbálták a hűtőolajat leereszteni a szerkezetből. Eközben azonban áramütés érte az egyik tolvajt, aki a helyszínen meghalt. Erre a teljesen elhagyatott iskolatanya mellett álló villanyoszlopra mászott fel az a 26 éves férfi, akit megrázott az áram. A helyszínen meghalt. Hárman indultak el egy közeli zalai faluból, hogy leeresszék, majd értékesítsék a transformátor hűtőolaját. Eközben történt a végzetes baleset. A közeli kavicsbánya műszaki vezetőjének elmondása szerint már őket is lopták meg ugyanígy. A transformátort lelőtték a helyéről, mert nem volt nekik daruskocsijuk. Az olajat kiborították, és mivel a múra mellett volt ez közvetlenül kb. 80 méterre, ezért nekünk talajfertőtlenítést is el kellett végezni, kb. 800 ezer forintunkba került. A transformátor lopásával okozott kár, illetve légvezeték okozott kár, az kb. 3,5 millió forint volt. Az ilyen transformátorok rongálása amellett, hogy komoly károkat okoz a tulajdonosnak, még rendkívül veszélyes is. Ennek ellenére sokan próbálkoznak vele, bár a károkhoz képest elenyésző az az összeg, amelyet az olajért lehet kapni. Nincsenek tisztában a következményeivel, amit csinálnak. Életek veszélybe sodorhatnak embereket ezzel a cselekedetükkel, de ez megélhetési bűnözők, akik ebből élnek tulajdonképpen, és ebből próbálják fönntartani magukat. Az ügyben a rendőrök vizsgálatot indítottak, az áldozat két társát kihallgatták. Úgy tudjuk, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy törvénybe ütköző módon próbáltak pénzhez jutni.